Gála Szabadkai Iván Gorán Kovácsics általános iskola 5. osztályos diákja. A kislány egy rendkívül ritka, örökletes bőrbetegségben szenved, amely a bőr hámrétegének és az alatta elhelyezkedő kötőszövetes elemeket alkotó részecskéknek a genetikai hibája. Anyukája Györgyia azt mondja, gyógyíthatatlan betegsége ellenére lánya teljes értékű embernek érzi magát, ezért, mint fogalmazott, megdöbbent, amikor egy napon azzal jött haza az iskolából, hogy néhány osztálytársnője petíció aláírásába kezdett, mivel azt szeretnék, ha Gála nem járna többé iskolájukba, mégpedig gyógyíthatatlan betegsége miatt. Az osztályfőnök behívatta az üzenetet író és petíciót kezdeményező két kislány szüleit, beszélgetett velük és megrovásban részesítették a két diáklányt, valamint azonnal összehívtak egy rendkívüli szülőértekezletet, hogy a többi szülő is megismerje a körülményeket. Ugyanakkor a beteg kislány édesanyja szerint elgondolkodtató, hogy a lánya ellen kezdeményezett tevékenységet a tanárok és az iskola többi foglalkoztatottja közül senki sem vette észre. A múlt héten történtekről a tartományi oktatásügyi titkár is csak napokkal később értesült, ezért látogatott el ma a Szabadkai Általános Iskolába. Nem a diákok döntik el, a diáktársak döntik azt el, hogy valaki velük járjon-e vagy sem. Tehát ha netán egy ilyen aláírásgyűjtés eredményes is lett volna, annak semmilyen következménye ilyen értelemben nem lett volna. Tehát az nem jelentette volna azt, hogy kizárták volna az osztályból vagy az iskolából az érintett diáklányt, hanem ez még inkább ahhoz vezetett volna, hogy akár fegyelmi intézkedések sora is bekövetkezzen nagyobb számban, vagy komolyabb szankciókkal. Gála egyébként a múlt héten második helyezést ért el a Szabadkai Községi Matematika versenyen, kedvenc időtöltése pedig a videoklipek számítógépes vágása. A történtek ellenére nem kíván iskolát váltani.